projektépítés az ipari parkban jobb megközelítése lesz a vállalkozói övezetnek. Szegregált városrészek felújítása, aláírták a szerződéseket. Ajándékoz életet karácsonyra, viradás lesz szerdán a közösségek házában. Készülnek a diákok, online szépészeti versenyt szervez a DK-ni. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió keddi hír összefoglalója, már is jövünk a részletekkel. Újabb vállalkozások számára készítik elő a terepet a Halasi Ipari Parkban. A kivitelezők a vállalkozók útjának meghosszabbításán dolgoznak. Az út kivezet majd egészen a Majsai útig. A munkagépek a mai napon is dolgoztak. Még a téliesebbre fordult időjárás sem hátráltatja a munkát. Itt Kiskunhalason az ipari park területén meghosszabbítják a vállalkozók útját, ami egészen ki fog majd érni a Majsai útig. Itt korábban egy kihasználatlan terület volt, a jövőben pedig vállalkozók betelepülésére lehet számítani. Megtisztították a területet a sűrű növényzettől, folyik a csatornázás, majd az útalap készítés, és jövőre az aszfaltozás. A vállalkozók útjának folytatása az ipari park jobb megközelítését is szolgálja. Önkormányzatunk 300 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert az ipari park második ütemének kialakítására. Ennek keretében zajlanak most a munkálatok a vállalkozók útjának a folytatásaként. Közel egy évtizede megépült első útszakasznak a folytatása készül most, ami a vállalkozók útját összeköti majd a Majsai úttal. Elég látványosak a munkák, mindennek ellenére, mivel hogy ez egy eddig földállatlan terület volt, ezért gyakorlatilag egy zöldmezős beruházásként készül az útépítés, tehát tulajdonképpen sok közművet nem kell kerülgetni. Ez egy már komoly munka, de viszonylag mégiscsak az egyszerűbbek közé tartozik. A mögöttem látható munkaterületet azért kellett ilyen mélyre kiszedni a leendő útnak a nyomvonalát, hogy egy kellő teherbíró alapréteget tudjunk beépíteni, amire aztán majd az aszfaltréteg át tud kerülni. Ja, most az alépítményi munkák zajlanak, tehát az alapvezetékeket, a vízvezetéket, szennyvízvezetéket helyezik le az altalajba. Ezt hagyják majd ülepedni, ugye a téli időszakban az útépítést azt nem lehet végezni, tavasszal indul majd az útépítési munkának a része, és azt tervezzük, hogy nyár végére el is készül az út, és át lehet adni a forgalomnak. Itt volt egy több mint 6 hektáros szűzterület, ami megközelítés hiányában eddig használhatatlan volt. Ennek a föltárása az, ami ennek a projektnek a fő célja, hogy új vállalkozások betelepülésére alkalmas területeket tudjunk kialakítani. Az, hogy a Majsai útra ki lett kötve, ugye ennek meg az az értelme, mert a jelenlegi bejáró az elég kacskaringós volt a Szegedi út irányából. Itt a megközelítés fog majd javulni ezáltal. Van érdeklődés a vállalkozások részéről, több területnek van gazdája, sőt vannak, akik már a leendő másik ipari parkkal is terveznek. Ennek a projektnek az előkészítése ez még 2015-ben kezdődött, és azóta benne van ez a vállalkozóknál a köztudatban, hogy itt új területekhez lehet viszonylag kedvezményes áron hozzájutni, tehát elég nagy érdeklődés volt tapasztalható. A most mögöttem látható területen is a föltárt területeknek egy részét már értékesítette is az önkormányzat, tehát itt erre már konkrét vevőink is voltak. Itt van még egy 3 hektáros terület körülbelül, ami még értékesítése vár, erre is vannak már jelentkezőink. Ugye ezzel párhuzamosan zajlik az előkészítése a Szegedi úti új iparterület kialakításának. Ott is, bár a munkák még nem is kezdődtek el, de ott is már vállalkozói jelentkezők voltak, és adásvételi szerződések is születtek a területekre. Hamarosan újabb projekt kivitelezése indulhat útjára, közölte a napokban Fülöp Róbert Halas polgármestere. A tájékoztatás szerint aláírták a szerződéseket a szegregált városrészek felújítására. A program tartalmazza például az Erzsébet tér komplex rehabilitációját. Az itt lévő bérlakásokat már korábban kiürítették, és a lakóknak máshol biztosítottak elhelyezést. A beruházás részeként megújítják a szociális bérlakásokat, illetve útfelújítások is várhatók. Életeket menthet egy szénmonoxid érzékelő. Tegnap este például Kecskeméten egy családi házban riasztott egy készülék, és a kivonuló tűzoltók megállapították a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. Ez az eset is arra figyelmeztet, hogy érdemes beszerezni és használni a szénmonoxid érzékelőket. A katasztrófavédelem tájékoztatóban hívja fel a figyelmet arra, hogy a hideg időjárás esetén is rendszeresen szellőztetni kell a szénmonoxid mérgezés megelőzése érdekében. A szénmonoxid érzékelőket pedig a tüzelő fűtőberendezéseink közelében célszerű elhelyezni.
Mivel a szénmonoxid színtelen és szagtalan, ezért csak ezek a műszerek képesek jelezni a mérgező gáz jelenlétét, áll a tájékoztatóban. Saját otthonukban készítenek majd sminkeket és frizurákat. Az országban első alkalommal a kiskunhalasi Dékán Járpád Technikum szervez online szépészeti versenyt középiskolás fiataloknak. A több mint 3 millió forint összdíjazású megméretés előkészületei már javában zajlanak. Stábunk a házigazda iskola résztvevőinek egyik felkészítő órájára látogatott el. Tudd ezt a szádat, és akkor muszáj lenne egy picit ezt kerekíteni. Hasznos tanácsokkal látja el diákjait ez a kiskunhalasi pedagógus. A fiatalok egy olyan versenyre készülnek, ahol kozmetikus és fodrász tanulók mérik összetudásukat. A vírushelyzet miatt természetesen mindez online történik majd. Aki iskolával tanulói jogviszonyban van, és szépész tanuló, az nyugodtan jelentkezhet a versenyre. Fodrászok, illetve kozmetikusok mérettetik meg magukat. Egyébként mi találtuk ki, a munkaközösség találta ki ezt az online versenyt, megelőzve úgy gondolom mindenki mást. Felismertük azt, hogy sajnos személyes jelenléttel, kontaktussal ma már verseny nem szervezhető. Most már zajlanak, mint ahogyan nálunk is, a felkészülési folyamatok. Jövő héten péntekig kell egy kis videót, vagy egy nagy videót beküldeni, ki hogyan akarná, a munkafolyamatról, ahogyan készültek, és azután 5 fényképet, ami mutatja a végeredményt. Majd a zsűri összeül, természetesen ők is online. A házigazda iskola igazgatója szerint, bár nehezebb így a versenyre való felkészülés, a diákok és a pedagógusok is maximálisan megállják helyüket. Mi úgy vagyunk vele, hogy a vírushelyzettel az élet nem áll meg. Az iskolában az oktatás folyik, a tanulók versenyre való felkészítése folyik, versenyezni kell, mert ez motiválja a tanulókat. Hihetetlen erőket képesek ilyenkor mozgósítani azért, hogy sikereket érjenek el. És mi erről nem szeretnénk lemondani a vírus helyzet miatt. A kollégáim őrült nagy munkával, hihetetlen mennyiségű szponzort összehoztak, hihetetlen mennyiségű összdíjat, több mint 3 millió forint összdíjazású lesz a verseny. Tehát én azt látom, hogy ebben a vírus helyzetben is aktívak akarnak maradni az emberek, nehezen mondanak le a szokásos aktivitásukról, és örömmel veszik ezt az ilyen kezdeményezéseket. A halasi versenyzők, amikor csak tudnak, bejönnek az iskolába gyakorolni, azt mondják, otthonról készülni szinte lehetetlen lenne. Számomra sokkal nehezebb, mivel nagyon kevés szer van olyan, hogy tudnak segíteni így a tanárok, úgy, hogy itt vannak mellettünk, és nem csak tényleg monitoron keresztül. Úgyhogy jó ez, hogy be tudunk jönni. Én egy alkalmi sminket fogok elkészíteni, és próbálok ünnepélyes hangulatot készíteni ezáltal, ezért viszem bele a csillámot, az erőteljesebb színeket. A szervezők minden eshetőségre felkészültek, hiszen mindenképpen szeretnék megtartani a verseny döntőjét. Január 14-én, csütörtökön, 9 órakor élő verseny zajlik. Ez azt jelenti, hogy például nálunk itt készülnek a diákok, a kamerát rájuk irányítjuk, illetve természetesen, ha véletlenül, és reméljük, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv nem valósul meg, ha véletlenül teljes karantén lesz, akkor a diák otthonában családtagot leülteti, telefonját előveszi, beállítja, és ott szépen dolgozik. Tehát tulajdonképpen úgy van, mint ahogy Anna versenykiírásban is szerepel, hogy semmi nem tud minket megakadályozni abban, hogy ezt a versenyt megszervezzük. Ajándékoz életet karácsonyra, kéri a helyi Vörös Kereszt. Noha jelenleg zárva tart a halasi Sétáló utcai közösségek háza, ez nem befolyásolja a hónap első szerdáján a véradást. December 2-án 8 és 13 óra között a megszokott feltételekkel várják a donorokat. Mindenkitől azt kérik, hogy tartsa be az aktuális járványügyi szabályokat. Fontos tudnivaló, hogy csak azok menjenek vért adni, akik egészségesek. Azok sem menjenek véradásra, akik köhögnek, lázasak, nehéz légzésük, légszomjuk van, szaglásvesztést vagy ízérzés zavarát tapasztalják, illetve izomfájdalommal, erős fáradékonysággal küzdenek. Ezen kívül azok sem menjenek most véradásra, akik szoros kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. Akik felgyógyultak a koronavírus fertőzésből, a gyógyulást követő 3 hét múlva már adhatnak vért. Ön is segíthet, hogy ismét gazdagabb legyen a karácsonya a Bernát Kollégium lakóinak és a gyerekosztály betegeinek. A Fidelitas Kiskunhalasi csoportja gyűjtést szervez a Bernát Lajos Kollégiumban élő rászoruló gyermekeknek és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekosztálya javára.
A szervezők ruhákat, tisztálkodási szereket, játékokat és könyveket várnak a felajánlóktól. A felajánlásokat december 15-ig kérik eljuttatni a Szilágyi Áron utca 1 szám alatti országgyűlési képviselői irodába a járványügyi helyzetre tekintettel előreegyeztetett időpontban. E-mail cím kiskunhalas.fidelitas@gmail.com. A rengeteg elmaradt, illetve elhalasztott bajnoki forduló közepette üdes színfoltot jelentett, hogy az U12-es lány kézilabda ligában a hétvégén rangadót játszott a kiskunhalasi UKSC a kiskörös csapata ellen. A halasi lányok már évek óta együtt edzenek, így igazi csapatot alkotnak a pályán és azon kívül is. A vasárnapi kézis matinén mindezt bizonyították is. Kék mezben a vendég, kiskörös NKSS-e, sárgában az itthon játszó kiskunhalasi UKSC U12-es gárdája készülődött a bajnoki találkozóra. Itt minden csapat 2 mérkőzést játszik, gyakorlatilag majdnem mindig ugyanazokkal a csapatokkal találkozunk, de próbálják úgy beosztani a meccseket, hogy azért mindenki ellenfél legyen. Mi a célvára? Jót játszani, ilyenkor örülünk, hogy van termünk, mert ugye ebben az időszakban nagyon nehéz egész teremhez hozzájutni, mi is úgy tudunk edzeni, hogy 2 edzésünk van, egyszer konditeremben, egyszer pedig egy félpályánk van itt a teremben, illetve a harmadik meccsünk úgynevezett online edzés, úgyhogy most örülünk, hogy egész pályánk van, örülünk, hogy tudunk játszani. Nem feltétlen a győzelem a lényeg, hanem hogy mindenki játéklehetőséget kapjon és megmutassa, hogy mi az, ami még benne maradt, mert hát azért nehéz így fenntartani az erőnlétet. Jól, nagyon jól játszottak a halasi lányok, és ez a tény az eredmény alakulásában is érvényre jutott. A szabályok értelmében minden benevezett játékosnak pályára kell lépnie, és ezt maradéktalanul ki is használták a sárga mezesek. A félidő végén 11-5-öt mutatott az eredményjelző tábla. A kispadcsere után is fölényben játszott az UKSC, bár itt-ott időnként érzékelhető volt a fáradtság is, hiszen a koronavírus miatt kimaradtak az edzések. Mindezek ellenére a hajrában bebiztosította magabiztos győzelmét az itthon játszó gárda. Kiskunhalasi UKSC, kiskörös NKSS-e 19-8. Nagyon ügyesen elszedték a csapattársaim a labdát, amikor passzolt az ellenfél, és nagyon jó helyzetekbe tudták hozni a másikat. Főleg engem is, meg a kapusunk is nagyon ügyes volt. Ennyivel jobbak voltatok a kiskörös csapatánál szerinted? Hát nem voltunk sokkal jobbak, mint ők, de rosszabbak sem. Nagyon jól játszottunk, úgy szereztünk nagyon sok gólt, hogy lelestük a labdát, és akkor előre futottunk, és ha mondjuk oda ment rá egy védő, akkor besegítettünk egymásnak, és úgy sikerült. Neked mi volt a feladatod, hiszen nagyon-nagyon sok gólt lőttél? Hát irányító voltam, és hogy kicserezzem a védőt, meg amikor ők támadnak, akkor én vagyok a zavaró, és akkor megpróbálom lelesni a labdát. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi tüköridei 49. száma. A jelentős városi fejlesztések közül helyszíni beszámolókat közöl az újság a Csetényi Parkban, illetve a Hírling József Lovas Parkban folyó beruházásokról. A lap bűnügyi hírei között kiemelt figyelmet kapott annak a helybéli férfinek az ügye, aki 25 helyre tört be. A legfrissebb tükörben bemutatkoznak az Inspiráló Vállalkozónők klubjának alapítói, akik a céljaikról is beszéltek. A heti portré főszereplője Illésnél Iska Teréz, a pedagógus a közelmúltban vehetett át életműdíjat. Most pedig felidézzük a ma este legfontosabb témáit. Útépítés az ipari parkban jobb megközelítése lesz a vállalkozói övezetnek. Szegregált városrészek felújítása, aláírták a szerződéseket. Ajándékoz életet Karácsonyra, víradás lesz szerdán a közösségek házában. Készülnek a diákok, online szépészeti versenyt szervez a DK-né.
Kedves nézőink, a Halas Televízió keddi hír összefoglalóját látták, érdemes lesz azonban még továbbra is velünk tartani, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy holnap milyen időre készülhetnek Kiskunhalason és a környező településeken. Aztán a napi mozaik keretében egy 8 perces beszélgetést láthatnak és hallhatnak Liptai Zoltán mesterszakáccsal, aztán pedig egy kis időutazásra invitáljuk önöket, hiszen 7:30 kezdődik a Koktél újra keverve című magazinunk. Ezzel köszönöm meg ma esti megtisztelő figyelmüket, holnap este 7:00 is jövünk. Kérem, nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra!